Spice. Az információk éléskamrája. 9:45-kor ugyan a jog területéről egy picit más világba evezzünk, és más kérdésköröket járunk körbe, viszont azt hiszem, hogy összefüggésben vannak, főként a családjoggal a következő, vagy összefüggésben van főként a családjoggal a következő témánk. A Nemzetközi Férfinapot november 19-én először 1999-ben tartották meg az ENSZ támogatásával. Az esemény ezt követően nagy elismertséget kapott, és Magyarországon 2009-től szerveznek a Nemzetközi Férfinaphoz köthető rendezvényeket. Mi most itt a Spice-ban ennek a napnak kapcsán, ami ugye múlt héten volt, beszélgetünk arról, hogy milyen szerepe van a férfiaknak a családban, hogyan vesznek, vehetnek részt a gyereknevelésben, mik azok az általános problémák, amiket megelőzve sokkal kevesebb lenne a válások száma. Hát ezeket a kérdéseket Galambos Balázsnak teszem fel, aki a Szépen Bálj el Válásközpont alapítója, és egyébként mediátor válási tanácsadó. Üdvözöllek, Balázs, itt a vonalban, szervusz! Jó reggelt, Anikó, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Valamint ugyancsak a Szépen Bálj el Válásközpont munkatársa, viselkedéskutató, stresszoldó szakember van itt velünk, mégpedig Tóth Mónika. Szervusz, Mónika! Jó reggelt, kívánok mindenkinek! Nagyon nagy segítséget adtok ti itt a műsor szerkesztéséhez, hiszen figyelitek azokat a területeket, amikkel ti találkoztok nap mint nap, és próbáltok velünk együttműködésben olyan kérdésköröket felvetni, amik aktuálissá válhatnak. Jelen esetben ugye a férfinap kapcsán beszélgetünk arról, hogy tényleg mi az, amire egy férfinek valóban szüksége van egy párkapcsolatban és egy házasságban. És gondolom, hogy ezeket a kérdéseket talán pont abból kifolyólag teszitek fel, mert hogy a hozzátok érkező férfi emberek ezekkel a problémákkal találkoznak, és akár ezeknek a problémáknak a következményei vezethetnek, nehogy Isten, egy váláshoz. Balázs, te meg tudod erősíteni ezeket a gondolatokat? Egyértelműen, hát a Szépen Bálj el Válásközpont házasság átvilágító auditjai alkalmával azért ugyanazok a típus problémák szoktak följönni, és azért néhány tucat konzultáció után is már kirajzolódott, hogy a férfiaknak tulajdonképpen azon túl, hogy legyen egy melegség, egy családi háttér, egy tisztelet, ami őket övezi, igazából három olyan tipikus árucikk van, ami nagyon-nagyon fontos nekik, ez a figyelem, az érdeklődés és az elismerés. Tehát egy igazi értő figyelem, egy szívből jövő érdeklődés, illetve hogyha elismerés övezi a férfit, mint apa, mint fér, nyilván azok után, a teljesítmények után, amit lerak az asztalra, akkor erre a férfira lehet számítani a házasságban tartósan. Én azt gondolom, hogy azért is fontos talán erről a témáról beszélgetni bővebben, mert sokszor elkövetjük azt a hibát, ami természetesen nem feltétlenül mondanám hibának, nyilván nem az esetek jelentőségét vagy a kérdéskör súlyosságát akarom elbagatelizálni, de ugye mindig a nőkről beszélgetünk. A nők szülés utáni depresszió, a házassággal kapcsolatos problémák, mi történik egy nővel, amikor megcsalja a férje, mi vezet el oda, hogy egy párkapcsolat szétszakadjon, és hogyan éli meg ezt a nő, a bántalmazott nők, de hogy azért ott vannak ám a férfiak is, és ahhoz, hogy mondjuk egy házasság rossz irányba terelődjön, vagy rossz irányba menjen, ahhoz mindkét félnek kell valamilyen téren idézőjelben tennie, és olyan dolgokat nem megtennie, ami oda vezethet, hogy ebből probléma adódik. Fejtsük ki azért ezeket a kérdésköröket, és akár itt Mónikához is fordulnék ezzel a kérdéssel, hogy mik azok a problémák, amiket látnak, hogy sokkal nagyobb figyelemre lenne szükségük, sokkal több érdeklődésre. Ezt hogyan értsük? Én azt gondolom, hogy ennek a mélye ott rejlik, hogy a férfiak alapvetően, bár nem mutatják, sokkal érzelmesebbek különben, mint a nők. Csak megtanítják őket gyerekkorban arra, hogy ezt nem mutassák ki. És ebből adódóan ezt nagyon nehezen élik meg. És valójában a férfiaknak, a komoly férfiaknak
nagyon komoly biztonságérzésre van szüksége egy nő mellett. És hogyha valahol ez a biztonság és bizalom ez megtörik náluk, akkor jönnek el azok a dolgok, amik elkezdenek leépíteni egy kapcsolatot. Tehát egy jól működő kapcsolatnak a mélye alapvetően egy jól működő családban való felnövekedés. Ha ez nincs meg, ezeket a készségeket utána nagyon komolyan kell tanulni az életben. És én azt látom viselkedéskutatóként, hogy nagyon sok emberben megvan az erre való akarás, csak nincsen meg a tudás ehhez, hogy hogyan építsenek föl egy párkapcsolatot, és mind a nők, mind a férfiak, mert rendkívül rossz készségeket sajátítanak el otthon, mind a kommunikációban, mind a intimitás kialakításában, mind a törődésben, gondoskodásban, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy 90%-ban nem is ismerik az emberek ezeknek a valós fogalmát. Egy kicsit azt érzem, hogy talán az alapok lerakása kell, hogy nagyobb jelentőséget kapjon, és nem már a meglévő problémáknak az orvosolása. Nyilván az sem késő, ha már valaki észreveszi időben, hogy nem működnek a dolgok, és akkor akár segítséget kérve tudják orvosolni azokat a helyzeteket, de hogy akár már egy párkapcsolat kialakításnál is érdemes bizonyos dolgokat felülvizsgálni, bizonyos dolgokat megnézni egy kicsit más oldalról, és akár külső szemlélő szempontjából megvizsgálni? Igen, mindenképpen. Tehát ugye én azt látom a hozzám érkező hölgyeknél és uraknál, hogy ők az életük folyamán mindig viszik ugyanazokat a mintákat, amiket otthonról tanultak. Ez egy természetes dolog. És folyton beleütköznek abba, hogy valahogy sosem úgy halad az életük, ahogy ugye ők azt szeretnék. És mivel teljesen ösztönösen élik, nekik föl sem tűnik, hogy valójában az, amit csinálnak, az mennyire rombolóra hat az életükre. És amikor ide jönnek, akkor ezeket lépésről lépésre megtanulják, hogy ez a viselkedés minta, ez milyen érzelmet takar, milyen mentális gondolkodási folyamatot takar, és ez mit produkál az ő valós életükbe. És hogyha ők ezt meg szeretnék változtatni, akkor ennek mi az ellenkezője? És voltak éppen kialakul egy olyan ember, akinek nagyon jó önismerete van saját magával szemben, és ezáltal nagyon jó ismerete lesz a másik emberre nézve. Ugyanis ha az ember nem megfelelő önismerettel rendelkezik, nem tud kialakulni a megfelelő önbecsülése, a megfelelő önbizalma, és ez már alapvetően gátja lesz annak, hogy valaki egy nagyon-nagyon komoly, stabil kapcsolatot fölépítsen. És amíg ezek nincsenek meg, addig ezek csak részlegesen tudnak élni, úgymond az életében, tehát pontosan ugyanolyan partnert fog magához húzni, akinek ugyanilyen problémái vannak, és hogyha nincsenek nagyon komoly, stabil érzelmek, akkor ezeket nem tudják fölülugrani. Tehát, hogyha változtatni szeretne az életén, akkor mindenképpen ott kell elkezdenie, hogy szembe kell kerülnie azzal, hogy ő most jelen pillanatban hol tart. És ezt sajnos ezt el kell neki ugye fogadni, és ezen lépésről lépésre túl kell ugrani. Azt hiszem, hogy ez a legjobb helyzet, amikor valaki eljut erre a szintre, hogy már egy párkapcsolat kialakítása előtt rendbe teszi az önmagával való kapcsolatát, és megnézi azokat a defekteket, azokat a fekete, hogy is mondjam, szőnyeg alá söpört problémákat, amiket hajlamosak vagyunk éveken, évtizedeken, vagy akár egy életen keresztül magunkban hordani, és nem kidolgozni ezeket. Viszont ugye utaltál arra, hogy a férfiak azért érzelmesebbek, és hogy ez a fajta biztonsági érzet, hogyha ez eltűnik, akkor jöhetnek a problémák. Itt, hogy Balázs segítségét szeretném kérni ebben, hogy mi az, ami ezt a biztonsági érzetet el tudja tüntetni, vagy meg tudja csorbítani? Hát mondjuk azt, hogy az elköteleződéssel problémák vannak, ugye mindkét oldalon,
alapvetően, tehát itt most nem szeretném a férfiakat vagy a nőket kiemelni, de azért a férfi az egy racionális köntösbe bújtatott romantikus lélek. Ugye a Szépen Vájert Válaszközpont konzultáción mindig ez szokott kijönni. Tehát többet sírnak nálunk a férfiak, mint a nők, és egyszerűen miután racionális köntösbe bújtatott romantikus lélek, ő nem is hiszi azt el, hogy kapcsolat közben megtörtént a kapcsolatnak a lezárása a nő részéről. Tehát egy férfi mindig későn észleli azt, hogy itt probléma van. 2-3 lépéssel le van maradva. És amikor ő a problémát megpróbálná rendbe tenni, mert a nő jelzéseit nem értette, nagyon-nagyon sokszor késő van már. És ilyenkor nagyon komoly összehullások szoktak a férfiak részéről lenni, mert megbánja az elmúlt éveket, mert megbánja, hogy nem fordított elég figyelmet a feleségére, mert megbánta, hogy nem játszott eleget a gyerekkel, és borzasztó nagy munka újra tervezni, és megfelelően üzemeltetni a férfinak úgy egy életet válás után, hogy tulajdonképpen nincs már mellette az életének a társa, és nincsen 0-24 órás hozzáférhetősége a gyereknek. Igen, azt hiszem, hogy ez hatalmas szakadékot tud jelenteni, vagy hatalmas problémát tud jelenteni mindenki életében, tehát én azt gondolom, hogy egy válás az mindenkit meg tud viselni. Viszont beszéljünk azért egy olyan oldalról is, hogy nem minden esetben mondjuk a nő az, aki eljut arra a szintre, hogy ő szeretne véget venni egy házasságnak, vagy akár a nő lépései miatt alakul úgy a dolog, hogy az nem úgy, hogy is mondjam, az a szövetség az nem tud működni, ami eddig működött, hanem azért hallhatunk olyan történetekről is, amikor a férfi egy másik nő kapcsolatát keresi. Mi az, ami egy férfit oda vezet, hogy kilép a házasságból ilyen téren, és akár megcsalja a feleségét? Sajnos nagyon sok dolog hiányzik képzésben, hogy mi történik akkor, amikor szülővé válunk, mi történik akkor, amikor családdá válunk, és azt szoktuk tipikusan észrevenni, hogy amikor a hölgyek édesanyákká válnak, akkor elfelejtenek feleség és nő maradni. Több szempontból is, tehát nem csak az intimitás szempontból, hanem adott esetben sokszor olyan, tehát igazából a legfőbb probléma az a kialvatlanság. Csak ezt így nem nagyon szokták kimondani adásokban, műsorokban, megérkezik egy csecsemő, esetleg hasfájós, és van, hogy hónapokig, évekig nem alszanak a felek. És a kialvatlansághoz ingerlékenységet, a kialvatlansághoz egyfajta intimitás hiányt, és ahogy Móni említette, a férfi érzelmes lény szüksége van az elismerésre, a törődésre, az ölelésre, és nem látja a kiutat, nagyon sokan nem fordulnak olyan szervezetekhez, mint a Szépen Vájert Válaszközpont, ami házasság megmentésekben is nagyon erős, hanem elkezdik a könnyebb megoldást megkeresni, mondjuk az asszisztenst a munkahelyén, aki igazából látja a gazdasági igazgatónak, a friss gyerekes gazdasági igazgatónak a pénztermelési képességeit, és elcsábítja. Hát azt hiszem, hogy sokáig fejtegethetnénk még ezt a kérdéskört, de most jelenleg a műsoridőnkbe ennyi fért, viszont holnap is foglalkozunk a férfi nap kapcsán azokról a férfiakról beszélgetünk majd, akik példaképként állhatnak előttünk, ugyanis a Férfiak Klubja legújabb Gránit Oroszlán példakép díjasait is megismerhetik a holnapi Spájzban 11 óra után, ugyancsak én leszek majd, én várom önöket majd itt a műsorban, és ezt a témát talán tovább fogjuk boncolgatni, fejtegetni. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésemre álltatok. A Szépen Vájert Válaszközpont képviseletében volt itt velünk Tóth Mónika, aki viselkedés kutató, stresszoldó szakember, illetve Galambos Balázs, aki a Válaszközpont alapítója, mediátor és válási tanácsadó. Köszönöm szépen nektek! Köszönöm. Mi is nagyon szépen köszönjük, szép napot kívánunk mindenkinek!